kiöregedett vadászkutya vonítva ül a kátyúba. Amikor ezt a dalt írtam, nem gondoltam volna, hogy a temetésén fogom viszont hallani. Ha tudtam volna, meg sem írom. Egy kis asztal előtt ülök, mellettem egy szék, előttem egy írógép, amit Hajdan Királyhegyi Páltól vettem 3000 forintért, amikor neki nem volt pénze, és nekem éppen volt, és a kis asztalon rengeteg fénykép. Hofi. Hofi a Géza. Ennek a szekrénynek támaszkodva mutatta meg nekem a Hoffélia koronáját, a Hofféliájét, amely átnőtt az élelem bérére, és minden színházi rekordot megdöntött, ami az előadásszámot illeti, és állandó jelleggel teltházzal ment. Itt már fel is próbálta a koronát. Ez az írógép, amit megmutattam az elején, erre lett leírva, hogy ne magyarosan mondjam, a Piál a Föld című zenés jelenet szövege. Ezzel a kis Magnóval rögzítettem meg a vele való beszélgetéseket. Az egész egyébként úgy kezdődött, hogy eljött hozzám. Én nagyon zavarba voltam, mert nagyon tiszteltem, hogy egy olyan ember jön el hozzám, aki tudom, hogy önmaga is remekül meg tudja írni a magáét, és mégis igénybe veszi az én segítségemet. Ő is bizonyos zavarban érkezett ide, mert tudni kell róla, hogy amilyen magabiztos ember volt a színpadon, olyan aprólékosan, figyelmes, alázatos ember volt a munkájában. Belépett az ajtón, hangosan köszöntöttük egymást. Én az első pillanatban közöltem vele, hogy Géza, nekem sajnos nincs semmi ötletem. Hál' Istennek, mondta ő nevetve, és leült erre a székre, és elkezdtünk beszélgetni. Szerencsére itt volt ez a kis magnetofon, amit a beszélgetés ideje alatt én észrevétlenül bekapcsoltam. Gondolván arra, hogyha véletlenül valamelyikünknek egy jó ötlete támad, ne vesszen el, használjuk fel. Azzal váltunk el, hogy tulajdonképpen nem csináltunk semmit. De amikor visszahallottuk a magnótekercset, akkor rájöttünk, hogy dolgoztunk. És a munkánk eredménye az, azt hiszem, magáért beszélt. Még annyit mondok el róla, mielőtt átadnám neki a terepet, hogy soha nem jártunk össze, nem jártunk együtt vacsorázni. Én nem mentem vele se vadászni, se borozni. Ő nem jött ki velem az hóversenyre. De egy olyan barátság alakult ki köztünk, hogyha bármelyikünknek szüksége volt a másikra, akár éjszaka is elindultunk volna egymásért a világ végére is. Jó, fölfele nézek, ha van túlvilág, most nagyon szeretném, ha lenne, tudom, Hofi Géza most nagyon-nagyon haragszik rám, hogy szabad, hogy én érzelgőséggel untassam a nézőket, úgyhogy vissza is vonulok, és helyettem inkább szóljon a Piál a Föld. Ildikó, kettős minőségben szeretnék köszönetet mondani neked. Egyrészt, mint Hofi Géza barátja, szeretném megköszönni, hogy mint feleség bearanyoztad a barátom életének utolsó évtizedét. Másodszorban, mint munkatárs, mint szerzőtárs, és nem utolsó sorban, mint néző. Szeretném megköszönni neked, hogy ez alatt az évtized alatt úgy tudtál feleség lenni,
hogy közben nem vontad előt a munkájától, a művészetétől, sőt, ha jól tudom, még a vadászatától sem. Köszönöm mindannyiunk nevében. Köszönöm. Jaj, drága Iván, zavarba ejtenek a szavaid. Nagyon boldog vagyok, hogy itt lehetek nálad. Amit a Gézának adtam, az annyira magától értetődő. Csak valakiről ne feledkezzünk el. És itt muszáj beszélnem a Gittiről. Én valóban az utolsó évtizedbe jöttem, de 40 éven keresztül volt mellette egy másik feleség, akit úgy hívnak, hogy Nocsek Margit. És nem szabad elfelejteni, mert Gézát ő tetten adja. Azt hiszem, igaz a mondás, hogy minden sikeres férfi mögött áll egy nő. Ez volt a Gitti, és én már megkaptam a sikeres Hofi Gézát, hála Istennek. Egy olyan emberrel találkoztam, akinek minden lélegzete, minden mondata az enyém, és nekem minden lélegzetem és minden mondatom az övé. Tehát ez nem volt kérdéses nekünk, minket egymásnak teremtett a sors, csak kicsit később találkoztunk. Én még nem találkoztam emberrel, aki olyan sokszor mondta volna nekem, köszönöm, azt a szót, hogy köszönöm. Köszönöm. Minden. Én az érdekelt, hogy ez általában minden. Így volt, érted, ha adott nekem valamit. Köszönöm. Ha összeültünk, igen, azért, hogy írjunk valami jót, igen, együtt, és ő, igen, helyettem kitalálta az egészet. Igen. Amikor elment, azt mondta, köszönöm. Igen. Köszönöm, köszönöm, igen, köszönöm. Igen. Én ilyen szerény ember. Igen. Miközben azt hitték, hogy, igen, ennek az ellenkezője az igaz. Nem. Még soha nem találkoztam. Nem. Ez tényleg így van. Ez tényleg így van. Talán én is szerény, de tudom, hogy az ő szerénysége az annyira olyan természetes volt, mint ahogy vele született a humora. Falun rengeteg az emeletes ház, a paraszt ma már csak komfortban tanyáz, bár igaz, hogy töri magán, de kombány töré a kukoricát, csak gép után látja, marad sok salej, de érte menni nem felejt. Feltűnnek a modern kockaladák, legyűjtik az elhullott kukoricát. Puszta földön akkora a forgalom. Ez nem lopás, ez szorgalom. Ez nem lopás, ez szorgalom. Ami a köznek úgyis elveszett, abból az új ladádat könnyen megveszed. És jól teszed. Nem kell minden dombra verni, a szomszéd úgyis rám figyel. Nem kell minden dombra verni, nem csak figyel, irigyel. Mi vagyunk az S-modell, oh yeah, G-S modell, oh yeah, köves modell, oh yeah, a KGS T modell, KGS modell. Tóni, te nem vagy valódi, Tóni, lustálkodol. Tóni, már akartam szólni, csak abba van bóni, ha dolgozol, gyere kivonulni. Tóni, jó az utat róni, hagyd a fülem békén. Tóni, kilingalak, ötös igaz, láttam. Tóni, az élet nem hátha, nem repül a szádba. Rugrú, a sült galamb, hadd gombolyalak ki. Egyre-egyre csak táncikálj, tőre pult alatt ráncikálj. Romra már kicsit összeér, négyre nem adnál senkiért. Tóni, te nem vagy valódi, már akartam szólni, hogy rám figyelj. Egy
te egyre csak táncigálj. Én mindenőre boldogan ráncigálj. Romra már kicsit messze ér. Végre nem adnád semmiért. Tóni, lám le sem kell tóni. És nem kell rám szólni. Már táncolok. Diszkótánc. Te csinálod, kimegyünk London. Arra becsés van, visszafele. Nekem most brekkem van, vagy elzsibott a láb. Azt olvastam az egyik napilapban, hogy nyilatkoztál abban a tekintetben, hogy nem szeretnéd, hogy a Gézának szobrot állítanának, mert a véleményed szerint Géza él. Ezt olvastam. Ezzel kapcsolatban szeretném megkérdezni, mi a valódi álláspontod? Szeretném, ha szobor lenne, szeretném, ha park lenne, csak nem most. Mindennek eljön az ideje. Így fogalmaztam, a Géza él, még nagyon él, a köztudatban él, hát hogy nálam hogy él, igen, az egy másik dolog, de ez nem ez a műsor. Tehát nagyon finoman, nagyon megköszönve Kőbányának, hogy a Géza emlékét fönntartják, elmeséltem az újságírónak, hogy tulajdonképpen mi történt a kőbányai polgármesteri hivatalban. Meglátogattam a kőbányai polgármestert azért, mert megkérdeztem, hogy az újságból értesültem a dolgokról, hogy parkot terveznek. Csak tudod, amikor olyan híres művészek, hogy Kismanyi nagyon-nagyon régen halt meg, most kapott táblát, biztos ezt is olvastad az újságban. Igen. Pécsi Sándor halálának 30. évfordulójára kapott egy táblát. Tehát nekem a legnagyobb boldogság, hogy ennyire imádjuk Hofi Gézát, csak akkor az tényleg majd egy imádatból legyen, és ne a nevének a felhasználására legyen ez kitalálva. Szóval az égvilágon semmi kifogásom ellene, legyen park, de mondtam azt is, hogy ez a park Hofi nevének felhasználása nélkül is kell Kőbányának. Kell Kőbányának, hogyha ő úgy akarja elrendezni, hogy oda tesz egy Hofi szobrot, azzal megvárjunk. Minden pénzre szüksége van Kőbányának, és ráér. Ne legyen túl sok a Hofiból. Meghalt a Géza, májusban kiadtuk, ott voltál, a Napsugaras jó éjszakát című CD albumot. Eljött a november, kiadtuk a Hofi tükre című DVD-t, VHS-t. Eljött az április, megvan a Hofi könyv. Jön az ősz, szeretném végre a síremléket felállítani. Most már csak egyet szeretnék tőled kérdezni. Illetve nem is kérdezni, nem kérni. Számolj be nekem a Hofi könyvről. Tudom, hogy egy éve szakadatlanul dolgozol rajta. A könyv ötlete Géza halála után jött. Löffler Istvánnak köszönhetem, ő a Madács Kamara Színház titkára. Géza halála után minden délelőtt üldögéltem a Löfflernél, és elmeséltem, hogy azzal töltöm az időmet, hogy reggel korán fel a temetőbe, utána pedig otthon az egész lakás beborítva a Géza videóanyagával, fényképeivel, albumaival. És ő kérdezte meg, hogy nem kellene ezt egy könyvbe összerendezni. Összeállt. A könyvbe fölkértünk pályatársakat, barátokat, hogy megemlékezzenek. Emlékező írásokat kapjunk tőlük. És én odaültem a Géza szekrényeihez, és sorba vettem ki az általa készített kis anyagokat. Ezeket gyűjtöttem egy csokorba, átadtuk egy szerkesztőasszonynak.
és összeállt a könyv. Fölkértünk pályatársakat, barátokat ahhoz, hogy a könyvben emlékező írásokat adjanak, akiknek itt mondok most köszönetet, és külön neked, nem tudom, visszaemlékszel-e rá, amikor felhívtalak telefonon, és hogy zokogtam. Igen, emlékszem, de megbeszéltük, hogy itt most nem fogunk zokogni. Ó, világos! És én tudom, hogy ez bosszant, de mégis idézőjelben megismétlem kettős minőségben azt a köszönetet neked. Most már azt állítom, hogy mindenki nevében, és fejezzük be ezt a beszélgetést azzal, hogy meghallgatjuk Gézától azt a dalt, hogy ne sírj, kislány. Ne sírj, kislány, minden május tavaszán, ami elmúlt, nem jön vissza soha már. Hogyha halkan jön az alkony, ne várj rám a Duna parton, kicsi lány, csacsi kislány. Ne sírj, kislány, felejtsd el a nevemet, nézd az öreg citadella kinevet. Lesz majd más, ki szeret téged, hidd el, kislány, ez az élet, rohanó, suhanó szó. Úgy múlnak a napok, oly egyedül vagyok, és üresek az éjszakák, de jó is volna egyszer nem gondolni rád. A szól a régi dal, sok emlék felkavar, és fáj az elmúlt boldogság. És gondolatban újból elmegyek hozzád. Reggelre már az álom tavaszál, kiózani első napsugár. Reggelre már az álmok ritkán fájnak. És múlnak a napok, és egyedül vagyok, és fáj az elmúlt boldogság. De jó is lenne egyszer nem gondolni. Ne sírj, kislány, minden május tavaszán, ami elmúlt, nem jön vissza soha már. Hogyha halkan jön az alkony, ne várj rám a Duna parton, kicsi lány, csacsi kislány. Kislány, felejtsd el a nevemet, nézd az öreg citadella, így nevet. Lesz majd más, ki szeret téged, hidd el, kislány, ez az élet. Rohanó, suhanó szó. Köszönöm. Köszönöm, hogy itt lehettem, és én is hoztam egy ajándékot, egy olyan videószallagot, amit még te sem láttál, és ahogy a Géza mondaná, ezt még te is megnézed. Seppelnek kettőt, áhá,
Volt egyszer egy szerzői estem, nagyon régen, az Újságíró Szövetségben, és a kedvemért eljött Géza is. Egyébként nem szokott részt venni ilyen kollektív játékokban. Fantasztikus volt, mint mindig. Egy amatőr videófelvétel megőrizte ezt az előadást. Előre elnézést kérek a felvétel minőségéért. Engem alig lehet hallani, ez viszont nem pótolhatatlan veszteség, viszont Gézát tökéletesen. És érdekessége ennek a szerzői esnek, hogy bizonyos műsorelemeket itt próbált ki először a közönség előtt, mielőtt a színházi előadásába bevette volna. Azért, mert nálunk épül a szocializmus, hát azért enni még csak kell. Ahogy a mondás mondja, gondolkodom, tehát eszem. Tehát vagyok, ha eszem, leszem. Most kell mondani. Na most, ugye a szocializmus építése közben enni is kell, nem így képzelik ám ezt mindenhol. Erre gondoltál, de mi erre? Na most ezt csak így lehet elmondani, mert tudod, ha az ember kimondja ilyen szárazon, akkor holnap reggel már itt a tiltakozó jegyzői. Nem nekem küldik ám, hanem mindjárt, ugye föl a padlásra. Töröljek meg egyszer, elveszem a gyugrétrát meg. Hoztak egy szocialista rendeletet, szocialista országban, törvényt, bocsánat, hogy aki élelmiszert halmoz fel, 5 évig terjedő börtönt kap. Szocialista börtönt. Mit gondoltok? Van ez már 4 év. Tudom, hogy neked van szerzői estem, de ezért... Én is itt vagyok, hogy... Nem, a Rákosi jött be, nem én. Szóval, gazdaságilag, nem tudom, hogy ez elmondjam én, hát nem állunk, illetve állni állunk, csak hát teljesen bennem. Ilyenkor mondják, hogy nem mozog, mert hullámzik. Ez nem most lett ám ilyen, csak most vették észre. Ez olyan, mint amikor... Pontosan olyan, mint amikor a gumipelenka kilukat.
Ez az egész nehéz, honnan indult meg, hogy mi az oka, ezt elmagyarázom. Kis hazánkban felszabadulás óta játszanak szovjet filmeket. Na most minden szovjet film úgy kezdődik, hogy egy csinos fiatal fiú meg egy csinos lány fogja a kalapácsot meg a sarlót, és így fordulnak befelé. Emberek, éjjel ez a szerszám. Lazita mi, gyerünk, lazita mi, nem győznek tanítani, hogyan csinál, kell egy kis áramszünet, időnként mindenkinek, és aztán megint mehet. Kiáll a föld. Ez, ha jól emlékszem, részt vett annak idején a Veszprémi Fesztiválon. A Veszprémi TV Fesztiválon, igen. Igen, igen, igen. És milyen díjat nyert? Gyuszikám, ez egy költői kérdés a részedről, mert te pontosan tudod, hogy ez a produkció nem nyert díjat. Ez a produkció nem tartozott a fesztivál győztesei közé. Pontosabban szólva egy Vigasz díjat, egy külön díjat, ezt a vázát Horváth Ádám vette át, mint rendezői díjat, lejött az emelvényről, és ezt a díjat nekem ajándékozta. Én ezt köszönettel elfogadtam, ma is szeretettel őrzöm, és magamban Horváth Ádám díjnak becézem. Ugyanakkor tisztában vagyok azzal, hogy az igazi nagy érdem Hofi Gézájé. Hofi Géza nélkül ezt a produkciót soha nem lehetett volna létrehozni sehol a világon így. Másosorban a nagy érdem Horváth Ádámé, hiszen az ő rendezésével megelőzte korát, és csodát produkált. Érdem szerint a harmadik helyezett Malek Miklós, hiszen a hangszerelése tele volt ötletekkel és zenei fordulatokkal. Így érdem dolgában én a negyedik vagyok, de egy ilyen jó csapatban negyediknek lenni, az is nagy öröm és tartós büszkeséggel tölt el. De ezt most komolyan nem tudom, hogy azon a fesztiválon ki nyert, ki volt az első? Erre már nem emlékszem. Ki volt a zsűri elnöke? Már arra se emlékeznek. Lényeg az, hogy a Piála földre remélem még sokáig fognak emlékezni. És egyéb közös dolgainkra. Megfogja farkát, elkezdik a bőrét, el nem veszik. Oly, de
Ja Istenem, ott van a felepen, a lukban, a másik fele kint van, azt kapjuk most el, 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 el. Ott a farka, 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 ott a farka. Ott a farka, volt a farka, ott volt a farka, bement a lukba. Találkozás a régi egeremmel, rossz randevú a kutyának való. Két macska áll, és már nyávogni sem mer, mert az egér csak csendben fogható. Ott a farka, visszahúzta, bent van újra, már a lukba. Azt a terem buráját, hát ilyen lukas lakásban nem lehet egeret fogni. Hoppá, most figyelj, minden lukba dugó kell. Dugó, fa, dugó, bing, bang, bent a lukban. Dugó, fa, dugó, a parafa, dugó. Dugó, fa, dugó, bing, bang, bent a lukban. Dugó, fa, dugó, a parafa, dugó. Minden lukban legyen dugó, ez a végső cél. Dugós lukból nem jön ki egér. Dugóra üs, mégüs, rá üs. Most jó, egy luka készen vagyunk, üs. Mégüs, jaj, eltört az ujjam. Hiába fújtam. Egérke, rád emlékezem, de fáj a kezem. Ez itt a fék, mint a tász, mint a haj. Azt hiszi, hogy megfogja az egeret. Ott a farka, ott a farka, ott a farka, ott a farka. Ott van, meg kell fogni a farkát, meg kell csípni a bőrét, nem viszi most el. Ott a farka, ott a farka, ott van, fellepett a lukban, a másik fele kint van. A farka vége kint van, a farka vége kint van. Azt kapjuk most! Nem is tudom, mert a villanytrótot fogtam meg én igazán. Zavartalak, jaj. Én igazán üldöztelek. Okosabban kéne félni, annyit mondhatunk. Buta kis egér ki folyton lukba kódorog. Gyere fel a spejzba, egérfajtás, mondjuk délután. Beleharapni a körözöttbe óraszám. Hallgat a cudar, ő tudja csak mit akar. Nem jön a pimasz, nem győzi meg az igaz. Ott a farka, ott a farka, ott a farka, ó, én farka, ez a macska farka. No. Ne vár a soha az, ki téged szívből imád. Egy macska mégse mehet egér helyett libát. Tudom, hogy nem rajonkat érte minden egér, viszont én azért vagyok, hogy te ne is legyél. Ez van, nem jön a lukból az egér. Nehéz a nehézséggel szemben nézni. A lukból az egér nem jön, nem. Ha nem jössz elő, úgy éljen e fején. Jó lesz helyetted, én nékem a tej. Majd néz az ember, és néz az ég. Üresen áll az asztalon a jó teljes fazék. Nem jössz elő, ez tény, nem de tény. Ennyi pénzért bolond lennék ácsorogni én. Hogy ezt hol hallottam, nem tudom, de rúgja meg a ló. Lehet egy macska is, meg alkuvó. Nem jössz elő, ez tény, nem de tény. Ennyi pénzért bolond lennék ácsorogni én. Hogy ezt hol hallottam, nem tudom, de rúgja meg a ló. Lehet egy macska is, meg alkuvó. Kell egy kis áramszünet időnként mindenkinek, és aztán megint mehet.